A rendszerváltoztatás utáni történelem nagyon fájdalmas és keserű napja volt 2004. december 5-e. Mindez azért, mert egy demokratikus keretek között tartott népszavazás alkalmával ellentét keletkezett a nemzetről való gondolkodásban. A végeredmény egy érvénytelen népszavazás lett. Ez egy öröksebb marad a magyarságnak a szívén, úgy gondolom. Én visszaemlékszem, 14. december 5-én mi nagyon vártuk az eredményt. Vannak barátaink, rokonaink is, akik határon túl élnek, de ha nem így lenne, akkor is nagyon vártuk volna az eredményt, és leforrázott minket, amikor azt hallhattuk, hogy összesen 1,5 millió ember szavazott igennel a határon túli magyarok állampolgárságára. Majdnem ugyanennyien ellenezték, és hát kb. 5 millió ember egyáltalán nem is vett róla tudomást. Az olyan fájdalom volt, hogy akkor fekete kokárdákat készítettünk, és ide az aradi vértanúk útjára, az aradi vértanúk szobraihoz elhelyeztük ezt a kokárdát, és hát a szomorúságunkban valakinek eszébe jutott Mindszenty Bíborosnak az idézete, bölcsessége, hogyha lesz 1 millió imádkozó magyar, akkor Magyarországnak van jövője. Ezt osztotta meg velünk, és ez valóban adott egy reményt, hogy azért annyian voltunk mégiscsak, 1,5 millióan, és hát nem kellett sokat várni néhány évet ezután, hogy kiderüljön, hogy az a kormány Gyurcsány Ferenccel az élen, akik a honfitársaink ellen úszítottak minket, és a rosszabbik énünkre hatottak. Ezt a kormány gyakorlatilag elsöpörte a történelem, és remélem, hogy nem is hozza vissza. A feszültség az akkor hatalomra került Gyurcsány Ferenc és az őt támogató SZDSZ tábora és a patrióta nemzeti nagytömegű emberek között keletkezett. 17 év után még mindig van olyan politikai erő, amely uszít magyart magyar ellen, hangsúlyozta Hoppál Péter, fideszes országgyűlési képviselő. Nem az lenne a legfontosabb feladatunk, hogy 10 millióként kisebbek vagyunk, de 15 millióként erősebb világnemzetnek érezzük magunkat. Nem az lenne a feladatunk, hogy szolgáljuk az egységet, hogy azt a szimbolikus gesztust megtegyük, hogy egy állampolgársággal ők is újra Trianon után 100 évvel a nemzet testének, részének érezhetik önmagukat. Azt hiszem, hogy nagyon sokat tettünk a sebek begyógyításáért 2010-ben, amikor a kétharmados Fidesz-KDNP parlament megalakulásakor az egyik első szavazásunk éppen ezt a fájóan égető sebet igyekezett gyógyítani, és a könnyített honosítási eljárásról szóló törvénnyel visszaadtuk 90 év után, Trianon után 90 évvel a határon túli magyaroknak az állampolgárság felvételének lehetőségét. Azóta sem vette föl mind az 5 millió Magyarországon kívül élő magyar az állampolgárságot, de az a 2,5-3 millió, akik fölvették, ők egy nagyon fontos lelki közösséget éltek meg az állampolgársági esküjük alkalmával, és azt gondolom, hogy mi, anyaországi magyarok is erősebbek lettünk ezáltal. És még egy fontos szempont, nekünk itt Pécsett és Baranyában különösen is fontos és figyelmeztető emlékünk a helyi történetünkben, hogy éppen 100 évvel ezelőtt, 1921-ben került csak vissza 3 év után Magyarországhoz Pécs és Baranyi megye kétharmada, hiszen a szerbek elcsatolták Magyarországtól Pécset és Baranyi megyét, és a Horthy-féle nemzeti hadseregnek kellett bevonulnia, hogy az Antant által jóváhagyott határokat visszaszolgáltassák, visszaadják, és a szerb megszállókat kihajtsák innen a baranyai térségből. Pécs csak 100 évvel ezelőtt tért vissza Magyarországhoz. Simán történhetett volna úgy is, hogy ami 3 évig történt, 1918-tól 1921-ig, hogy Pécs nem tartozott Magyarországhoz, elcsatolták Magyarországtól, ugyanez megmaradhatott volna 100 éven át, és ma mi itt Pécset határon túli magyarok lennénk, ugyanúgy, mint az eszéki magyarok, vagy mint amilyenek az aradi, vagy a kolozsvári, vagy a székelyudvarhelyi magyarok. Tehát nekünk itt Pécset különleges felelősségünk, hogy a nemzet egységét szolgáljuk, mert mi is járhattunk volna úgy, hogy nem Magyarországhoz tartozik Pécs, és akkor most mi is azt mondanánk, hogy igenis jár nekünk az, hogy az 1000 éves történelmi magyar örökség jogfolytonos részesei lehessünk. A 2019-ben alakult pécsi polgári közösség fáklyás megemlékezést tartott a magyarság összetartozása hangsúlyozása érdekében. Az első fontosabb megmozdulásunk vagy rendezvényünk az a 2004. december 5-i népszavazásnak a megemlékező eseménye volt, tehát 2 évvel ezelőtt,
tartottunk egy hasonló megemlékezést, aminek a végén ugyanígy itt a trianoni keresztnél volt egy mécses és fáklya elhelyezés. Ugye a Covid miatt sajnos tavaly ez elmaradt, de idén úgy gondoltuk, hogy ha kevesebben is, az időjárás közbeszólt, egy kicsit a Covid is közbeszól, de ha kevesebben is, de eljövünk és megtartjuk, pontosan azért, hogy emlékezzünk, és emlékeztessünk mindenkit arra, hogy mi történt 17 évvel ezelőtt Magyarországon. Sajnos voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy a magyarokat egymás ellen lehet és kell uszítani. Nyilván mi ezzel nem értünk egyet, mi azt gondoljuk, hogy a magyarság úgy erős, hogyha 15 milliós nemzet összefog, és egymásért felelősséget vállalunk. Ezért szervezte meg a fáklyás megemlékezést a pécsi polgári közösség a Trianon kereszthez.